Nem azzal a céllal írtam, hogy én egy vicces könyvet írjak, tehát nem. Hát ez volt az alapállás, hogy a személyiségemnek is akkoriban. Nem úgy ülök, hogy na most írok egy jó szórakoztató könyvet. Akkor mikor derült ki, hogy ebből az lesz? Mert hogy beültél, vagy beálltál a csemegepultba? Hát mert én elég jól szórakoztam rajta, tehát akkor. Ha hát akkor rögtön az első fél nap után ez már világossá vált. Ha én nem élveztem volna, akkor nem lett volna szórakoztató a könyv sem. Meg amikor szenvedtem, hát az a legszórakoztatóbb nyilván, legalábbis nekem. Mitől szenvedtél? Ott? Hát ez sok minden. Tehát a vége felé már megőrültem az emberektől.